Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a székesfehérvári Magyar Királyi Karforgatók rendje nevében. Csapatunk, nagyon szépen köszönjük. Csapatunk a Magyar Királyság egyik legfényesebb korszakát élteti és dolgozik benne. Ez pedig Mátyás királyunk kora. Ez az az időszak, amikor az országhatárok igen távol esnek ahhoz, ahol most van meghúzva. Ez az az időszak, amikor az ország gazdaságilag, katonailag, politikailag rendkívül erős és aktív. Ez az az a korszak, amikor a királynak olyan hadserege van, hogy kelettől nyugatig félik, és nem tanácsos csak úgy belekötni a Magyar Királyságba. Lehet, csak akkor igen nagy baj van abban. Most hat vitézzel állunk fel, és igyekeztünk összeállítani egy olyan csokrot, ami úgy vélem alkalmas lesz arra, hogy fel tudjuk csillantani a hajdani kor katonáinak, vitézeinek erényeit és tehetségét. Rajta vitéz, vitézek, hegyiben! Sokszínűen leírja, kezdve a pusztakezes harcászattól, egészen az ilyesmi fegyvereken keresztül, a lovas küzdelemig, hogy mit és hogyan célszerű csinálni. Amit mi most be fogunk mutatni, az a hosszú kard két kézben való használata. Vannak különböző vívóállások, amiket ismertek, illetve az ezekből a vívóállásokból megvalósítható különböző támadások, lehetnek ütések, lehetnek szúrások. Ezeket az alapvető vívóállásokat fogjuk most bemutatni, illetve a támadásokat. Idézek előre! Akkori kódexben használt nyelvezetben fogom elmondani a vívóállásokat és a támadásokat. Ez alap nyelvezetben pontosan tudjuk kell, hogy én mire is tudom. Készen álltok? Igen! Hozd el innen! Van itt jól fel, rende, rende, mit csinálj el! Hozta még! Hozta, hozta lók! Rende, mit csinálj el, rómedzán! Mivel szólszott bele, mivel szólszott rende, oda rúgta! Van itt jól fel, rende, rende, mit csinálj el! Ne menjenek oda! Hozta, hozta lók! Hozta lók! Hozta lók, nála mit te korolna! Ám legyen, mit érzek. Min is pöröltek össze ezek a legények. Eme barát kiválóan érti kódexek értelmezését,
olvasását, illetve azok pringálását. Imhol vajon ez a pimasz, aki egyszer ott mellé sederedik, ránéz és azt mondja, amikor éppen egy sárkányt kellett, hogy ábrázoljon, hogy mi ez a lóképű uborka? Na azért, lássuk be, mégiscsak magyar nemesi családból származik eme nemes barátunk, nem hagyhatja annyiban. Fegyvert kézbe nem vehet, no de, az senki nem tiltja, hogy ügyességben, uram bocsa, jóisten segedelmével megverje ezt a legényt. Ez a nemessé fiú, lássuk be, mégiscsak tud valamit. Mégiscsak nem az van álmodta a nemes udvarban, hogy kinézünk, csipáskodunk, elrontjuk a napot, hanem bizony katonás gyakorlatozásokkal tölték az idejüket, és próbálkoznak ki többre. Amivel lőttem, vadásznél veszünk, mégpedig vízi madarakra való. Fából készül a hegye, de higgyék el kérem, akkorát úgy, ha valakinek betalál kezébe, melkasába kék, zöld volt lesz utána. Tehát, vagy elengedjük, vagy megfogjuk. Szép munka, legények! És a nemes ifjú a magyar tradicionális övbirkózásból mutat be éppen figyelmetek előtt három érdekes gyakorlatok, ami nem nélkülözi persze, hogy egy hatalmas pofont bevissünk neki. Rajta László atya, nyomorgasd meg! Tekert ki a nyakán, azaz! Vágd oda!
Na, akkor át puffant, Mohán meghallották. Meg nem kéne, hogy heverészi óra szám. És az illeszkedő köszönéssel, meghajlással, ő és homlok érintéssel távoznak figyelmetek elő. Szabados uram, másik ismer, más fordítjókat, forrasz, szavakot, szavarások kívül. Ez nem volt elég neked. Nehogy aztán a végén nézők felől Mátyás, hozzám képes jobb oldalt Bence. 20 évvel ezelőtt kezdték el a hagyományőrző munkát, pont ebben a hónapban. Két 20 éve harcoló harcos áll most éppen kigyelmetek előtt. Bátorkodom megjegyezni, én is ezt közé tartozom. Illetve van még egy film, aki most éppen szegényként betegeskedik, de ha itt lenne, Dominik úgy szintén. Tehát csapatunknak a magvát azok képezik, akik 2003 őszén indultak neki a történelmi hagyományőrzés rögös útjainak. Ez az regények, csak így tovább, jó magyar vitézhez illően. Ez az Mátyás. Cél, ugye jobban megjött. Most már csak az a lényeg, hogy sikerüljön vagy a hajlatba, vagy nyakra befúrnom. Akkor csak szép magad. Mert lehetett olyan egy küzdelemben, egy csatában, hogy a szárfegyvert elveszítjük. Eltörik a nyele, beletörik valakibe. Előkerül a kard, a másodlagos fegyver. Használjuk! Csoda tudja, mi történik vele, de még mindig ott van a jó tör. Csak megtaláltad azt a hajlatot? Nézzük akkor, hogy mi is történt itt pontosan. Hogy az imént ugye mutattam, indítottam egy támadást, a nyakra, hiszen ott egészen kicsi a védelme. Nyilván nem szeretné, ezért a kezével megállítja az enyémet, majd mivel a könyöke milyen szépen hajlik befelé, a másik irányba töri. Ráfog a pengére, és az ujjam nyílásával ellentétesen kitört el. Innen én nyilván menekülök, mert nem szeretném visszakapni azt a fegyvert. Megkérlek. Történik. Nyilván a látszom, sajnos a túrásra nem igazán jön a dombra, menjenek, kelljek! De félni, hogy átpattintja! Első körben kilépek, és eltolom az ő kezét! Itt a penge, ugyanúgy, mint az előttől, kicsavarom a kezéből, majd már megyek is megint a hajlatra, bármelyiknek. Az a lényeg, hogy valami fontosat érjen, és ne tudja folytatni ellenem a harcot. Itt szeretném megjegyezni, hogy a kés- és törtechnikák mind a mai napig a honvédség, illetve egyéb más hadseregeknek, főleg a különleges alakulatnak a képzési anyagában ott van és rendkívül komolyan veszik. Soha nem tudni azt, hogy mikor vagyunk úgy, hogy csak egyetlen egy kés akad a kezünkbe, és akkor viszont hogyan lehet azt hatásosan használni.
Ha van közöttünk harcművész, a néző között szerintem biztos, hogy van. Lehet olyan katona is, aki most magába bólogat, csak nem fedheti fel magát. Akkor ők nyilvánvalóan tisztában vannak azzal, hogy nem szórtunk homokot senkinek a szemébe, hanem valós, működőképes, hathatós és nagyon sok száz évvel ezelőtt lejegyzett technikákat érzékeltettünk. Másfélkezes kardok, illetve hosszú kardok csillognak most éppen itt a csókakői várszínpad előtt, a szikrázó szeptemberi napfényében. Rajta legények, csak így tovább! Ez az, most meg a védelmét, most meg, ez az! Meg lesz ez. Szép munka, legények. Rendkívül örvendetes és tiszteletreméltó és üdvözlendő, hogy lengyelek vannak itt, történelmi testvérnépünk. Nagyon örvendetes, külön felkaptam a fejemet, mikor láttam, hogy német hagyományőrzők is jelen vannak. Ez igen, így kell ezt csinálni, csókakő. Nagyon szép, hogy láthatjuk őket, nagyon szép, hogy láthatjuk a németeket. Ez tényleg egy követendő példa, és csak egy záró mondat gyanánt. De az úgy gondolom különösen szép, hogyha mi saját nemzeti katonáink, harcosaink vannak itt. Ha fel tudjuk tárni saját történelmi múltunkban rejlő harcászati lehetőségeket és annak jelentőségét. Emberek, mindenkinek volt hajdanán, a családjában biztos vagyok benne, valahol valamelyik várban, vár alatt csatamezőn egy felmenője, aki hasonló páncélzatokban, fegyverzetekben védte ezt a hazát. Kérem, gondoljunk most úgy azokra a hajdaniakra, miközben őket látjuk, hogy lám-lám a sok évszázad összehajol, és még mindig itt vannak ők, lélekben, velünk. Az már nekem is fáj. Nézzük meg lassabban! Mindketten egy úgynevezett bandító tendence vágással ketté akarjuk asszítani a másikat, a szemébe, a térdénél körülbelül ki. De mivel mind a ketten ezt akarjuk tenni, közében találkozni fognak a fegyverek. És ahogy mondtam, Jocko Stretto, közel vagyok a másikhoz. Keresztlassabban fenntartom a kötést.
bal kezemben, pedig közben elengedem a varrulatot. Megöröm, kidolom oldalra az őkezét, átkulcsolom itt két karját, visszafogok a saját varrulatomra. Igen, a sátor felé is, hogy hadd lássák azt a nem túl őszinte mosolyt. Jó magyarok, aki úgy érzi, hogy szívesen tanulna középkorú hosszú kardvívást, ihletet és lejegyzett anyagokból, az kérem szépen jelentkezzen hozzánk. 12 éves kortól veszünk fel ifjakat, természetesen hölgyek is jöhetnek, és felső korhatár nincs. Annyi van, hogy aki közénk jön, egy nagyon aktív csapatba érkezik. Itt nincsen láblógatás, itt komoly munka van, edzések vannak,
és bizony a kis lótásfutás erősítések, és sorolhatnám, az mellett pedig rendkívül széles skálán dolgozunk, hiszen a hideg fegyvereknek a távolra ható részétől egészen be a puszta kezesig használjuk a különböző technikákat és harci alkalmazásokat. Aki úgy érzi, hogy van szabad kapacitása, ideje és kedve, az keressen minket. Higgyék el, jól járnak velünk. Köszönöm szépen! No, bár nincsen hajón, kevezzünk más vizekre, mégpedig a szerelem vizére. Ugyanis, hát a szerelem lehet tartós, de lehet olyan is, hogy csak egy vonzalom van, ami bizony néha átcsaphat bizonyos bonyodalmakba. Vagyon közöttünk egy nemes ifjú, aki igen szépen dolgozott már minap, illetve a mai napon is figyelmetek előtt, akinek az orcáján látok egy kis karvalás nyomot. Vajon hogy kerülhetett ez oda? A hölgyek valószínű, hogy tudják, hogy hogy kerül egy ifjú ember orcájára egy ilyen szép karmolás. Viszont ezt igazság szerint csak meg kellene itt beszélni, kigyelmetek előtt. Elveszed, vagy megöllek! Adj neki! Adj neki!
igazság! Fokorra velük, kapitányra! Arra fiúk! Jó, ez itt nem maradhat! Hát, jó. Menjetek föl, mert jól át vagyunk. Tisztelt nézőink! A színpad előtti bemutatónk végére ért. Őszintén bízom abban, hogy ebben a középkori jelenetben és élethelyzetben sikerült egy kicsit felcsillantani abból, hogy milyen is volt valaha, amikor nem futkostak nyomban rendőrért, különböző pszichológusokért és sorolhatnám, hanem helyben megoldották az egészet. A lányok meg csak elkeltek, a gyerekek csak megszülettek, osztál meg 20 év múlva, ki a fele emlékszik rá. Tisztelt nézőink, nagyon szépen köszönöm csapatom nevében a kitüntető figyelmet. Csak innen köszönünk el, mert hamarosan lenn a táboroknál egy még nagyobb harci bemutatót tartunk, amire mostanban mindenkit szívélyesen imitál. Nagyon szépen köszönöm megtisztelő figyelmüket. A székesfehérvári Magyar Királyi Karforgatók rendje harci bemutatóját látták. A viszontlátás. Figyelem! Fegyverem! Tisztel! Le! Fegyver! Le! Rend, figyel! Ez? Hozolj! Köszönjük szépen!